Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 26-án. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és tervei, a választ megadja rá ez a felső kártya. Ezen a képen van egy császárnő. Az lehet, hogy ti elfoglaltátok ezt a helyet, és ő így tekint rátok. Ez varázslatos, mert ez mutatja, hogy mennyire fontosak vagytok neki, és ő érzi azt is, hogy ez a szerelem, ez a kapcsolat, ez nagyon értékes. Egy császárnő uralkodik. Az is lehet, hogy van valaki az ő környezetében, aki megpróbál rajta uralkodni, és mindig mondja, hogy neki mit kell tenni. És ezt nem fogja engedni, mert egy ideig ez elmegy, de eljön az időpont, amikor ez neki nem fog tetszeni. Én úgy mondanám, hogy mindkettőt mutatja ez a kép, hogy ez a szerelem értékes számára, viszont van a háttérben egy hölgy, aki megpróbál ő rajta uralkodni. Az lehet az anyukája, lehet egy kolléganő, vagy valaki a rokonságból, előfordulhat az is, hogy ő neki még van egy párkapcsolata. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, és mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ámor. Megadja rá a választ. Ez a férfi szerelmes belétek. És pontosan ezt mutatja, mert ő mozog az irányotokba, és átad valamit. A kezében van ez az arany kehely. És ez az arany kehely szimbolizálja az ő érzelmeit. És ő ezt fogja közölni veletek, ezt mutatja. Amit a napi kártya megerősít, mert ez a kép szimbolikusan a változásokra utal. És ezek a változások jönnek a következő napokban, vagy hetekben. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Természetesen rendelhettek tőlem személyes jóslást. Vagy telefonon keresztül, ennek a díja 750 forint percenként, viszont én a beszélgetéseket mindig rövidre fogom, hogy ne kerüljön ez sokba. A telefonszámom 0-6-9-0-9-0-0-9-0-9. Vagy kértek egy személyes jóslást videón keresztül, természetesen név nélkül, vagy asztrológiával kiegészítve, vagy asztrológia nélkül. Asztrológia nélkül a díjam 3500 forint, asztrológiával pedig 8500 forint. Köszönöm, ha megbíztok bennem, és köszönöm figyelmeteket! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!